Nyugodt a forgalom a 31-es számú főút Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegye közötti szakaszán. Hogy ez az állapot nem állandó, azt az útpatka mentén látható keréknyomok bizonyítják. A közelmúltban egy száguldó kamionos okozott kevés híján komoly balesetet. Azt kell mondjam, mindennapos. Azt kell mondjam, hogy ez szinte mindennapos. Valaki felvételt készített a veszélyes manőverről, amelyet ki is tett a közösségi oldalra. Mint általában az ehhez hasonló videókat, ezt is sokan tekintették meg, illetve osztották meg. Tulajdonképpen egy szabálytalan előzés volt. Ami itt veszélyes, gyakorlatilag nem ez a Jászberényi szakasz, a Szolnok megyei, hanem sokkal veszélyesebb, hogyha tovább megyünk egy 500 métert, a budapesti szakasz, Pest megyei szakasz. Ott sokkal keskenyebb az út, kacskaringósabb is, tehát tulajdonképpen a balesetek legnagyobb része a Pest megyei szakaszon történik. Nem ott, ahol jelenleg éppen ez az előzés történt. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a kamionos gyorshajtásból nem lett komolyabb baleset.